Szép napot kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntöm Önöket, a Star Café harmadik állomásához érkeztünk, és hát mindenek előtt azt köszönöm meg leginkább, hogy egyre többen figyelnek fel ránk, és egyre többen követnek bennünket. Én ígérem, hogy ma sem okozunk Önöknek csalódást. Mielőtt beszólítanám mai vendégünket, ahogyan azt már jól megszokhatták, most nézzünk meg róla egy rövid kisfilmet, amelyet az Emplén televíziós kollégáim készítettek róla. Zserbó, bo-bo-bo-bo-bo-bo, zserbó, te drága hely, te jó, zserbó, csak ide jár az úri társaság. Bombon, ezernyi torta krém, bombon, idény van és igény, pénz kell, s a társaságban tip-top jártaság. Szerencsére, bár nagyon szép szakmák lettek volna, sem vendéglátó, sem hentes nem lett Peller Károlyból. Helyette a színpadon vidítja szíveinket az Operett Színház művésze. Már gyermekként is érezte, hogy az ő igazi közege a színpad, ezért is jelentkezett érettségi után az Operett Színház zenész-színészképző stúdiójába. Ott hamar felismerték tehetségét, 2003-ban megkapta az évad legígéretesebb tehetségének járó marsalbotot. Hosszú lenne felsorolni, milyen operett és musical szerepekben játszott. Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő örökbecsű darabjainak férfi szerepeit talán mindvégig játszotta, nem csak magyarul, de németül is. A mindig népszerű és elpusztíthatatlan operett koronázatlan királya ő. Főszerepet játszott Magyarország egyik legnézettebb televíziós sorozatában, és állandó fellépője a Budapesti Operett Színház a köztelevíziók által is rögzített gáláinak. Rendszeresen foglalkozik a Budapesti Operett Színház művésziskolájának, az Operett Akadémiának növendékeivel. 2013 óta az Országos Musical és Operett Kurzus felkészítő tanára. És maga is iskolapadban volt sokáig. Bár az rejtély előttünk, hogyan tud mindezek mellett még színháztudományi mesterdiplomát is szerezni, és a doktori iskolájára is koncentrálni. Talán a közönség szeretete hajtja? Bizonyára, hiszen 2017-ben Kálmán Imre emlékplakettet is megkapta, Oswald Marika, Mikó István és Kálai Bori után. 2018-ban volt 20 éve, hogy az Operett Színház művésze lett, és ugyanebben az évben átvehette a Karinthy Színház közönségdíját is, mint a legkiemelkedőbb színész az apa megformálásáért a tanár úr kéremben. A darabot még láthatja a közönség, leghamarabb február 23-án Budapesten, ám addig itt, Sátor Aljaújhelyben mesél magáról, életéről a Star Café színpadán. Szóval az operett elpusztíthatatlan, mint hallottuk az imént, és neked meg az életed ráadásul, az egész életedet erre tetted fel. Mi lehet olyan a titok, hogy most is például reneszánszát éli az operett? Most nem is inkább a közönség, akik eljöttek ide, nem feltétlen produkciókat hallhatnak, hanem ugye ez egy beszélgetős műsor. Talán itt az okokat kereshetjük, meg a hátterét ennek az egésznek. Igazából szerintem a recept rém egyszerű. Az operett azért népszerű műfaj, mert... Ha már az ember a televízió nézés helyett azt választja, hogy elmegy színházba, akkor talán ez a legkönnyebben befogadható színpadi műfaj, mivel zenés, nagy slágerekkel, általában humoros a történet, szerelemről szól, tehát az ember abszolút ki tud kapcsolódni. Én nagyon sokat járok színházba amúgy is, nagy drámai előadásokat is szoktam nézni. Ez természetesen az ember azt viszi magával napokig, meg gondolkodik rajta, de mondjuk egy operett az egy ilyen könnyebb kikapcsolódás, hol ott is vannak azért drámák, meg társadalomkritika, meg minden, csak olyan szépen, hogy nem kell bele dögleni, mint az életbe. És akkor nem bánod, hogy nem követted az édesapád nyomdokait, és nem hentes, mert ugye egy sváb hentes dinasztia egyik tagja vagy. Azt senki se bánja. Igazából én nagyon egyrészt állatbarát vagyok, természetesen eszem húst, nem nagyon egyébként, tehát ez már gyerekkorban is baj volt, hogy mindig mondták, hogy a hentes gyereke ennyire nem eszik húst. Én igazából ilyen csirkemell, pulykamell, tehát idáig, az se sűrűn, az ilyen nagyon extra húsokat meg egyáltalán nem. Úgyhogy, meg az ilyen apukám, amit csinál kolbászt, csak azt teszem meg, mert azt tudom, hogy miből van, és az tényleg nagyon finom egyébként, szívvel ajánlom mindenkinek. Úgyhogy, ami a legfontosabb az egész hentes és mészáros szakma ellen, hogy egyáltalán nem bírom a vért.
nagyon rosszul leszek a gondolatától is. A tévében látom, már akkor is rosszul leszek. A vérvétel az nálam úgy körülbelül egy olyan 3-4 óra, 4-5-ször elájulok, és össze szoktak szedni. Tehát, hogy ezért nem. Egyébként érdekes, mert apukám sem nagyon bírja a vért. Ő disznóvágást egyetlen egyszer csinált életében, miközben egyébként tényleg kiváló hentesmester, tehát a szakma által is elismert hentesmester volt. És amikor téged a Gundába beirattak, mert hogy azért mégiscsak vendéglátás volt a vonal, te már akkor is tudtad, hogy nem az a te utad? Abszolút. Olyan általános iskola 7. környékén jött valahogy ez a színjátszósdi. Egyébként, tehát hogy sehonnan nem jött igazából, mert nálunk a családban ugye senki nem művész. Igazából én nem is nagyon szerettem az irodalmat. Nem, a pontos az, hogy utáltam az irodalmat. Soha nem tanultam meg semmilyen verset. Akkor nem jártál versmondó versenyekre? Nem. Nem olvastam el a kötelező olvasmányokat, pláne az ajánlottat. És akkor valahogy a nagymamám nézett tévébe egy hirdetést, ahol a Harlekin színjátszókörnek volt a hirdetése, és nem tudom, hogy miért, sajnos már nem tudjuk tőle megkérdezni, de elvitt oda a mama, és a Koltai Judit osztályába vettek föl, Koltai Robertnek a testvére, és oda jártam 3 évig, és ott szinte elsőre, hogy beleszerettem ebbe az egészben, nagyon tetszett. Akkor még nem voltam így biztos benne, hogy színész szeretnék lenni, tehát így a pályaválasztásnál inkább az első helyen az én szívemben az óvóbácsi képzés volt. Hát annyiak mondták, hogy ez kizárt, tehát hogy ez ekkora hülyeséget ne is mondjak. Akkor utána akkor indult be ez a menedzser-asszisztens képzés. Akkor mondtam, hogy az, hát olyan meg nincs, tehát hogy azt ne. És akkor mivel az unoka bátyám is a Gundába járt, akkor még a cukrászat érdekelt, és akkor mondtam, jó, akkor legyen a Gundel. És akkor a Gundelban végeztem el tulajdonképpen, hát nagy nehezen a szakközepet. Mert de akkor te szakács is vagy? Szakács, cukrász, felszolgáló, szállodai portás, üzletvezető. Azt a mindenit. Említetted, hogy nem volt a családban művész, illetve féltett attól az édesapád, hogy hogyan fogsz tudni érvényesülni. Az utad az operetbe az mennyire volt egyenes, és mennyire volt magától értetődő, és hogyan lépkedtél aztán felfelé a ranglétrán? Jézusom, felfelé lépkedtem a ranglétrán. Igen. Hát igazából itt a Musical Stúdióban, oda 3 évig jártam, ott egyszer csak jött egy énektanár, aki elkezdett operett dalokat hozni, meg hát persze a Megyesi Marika néninek is így néztem régi felvételét, meg tudtam, hogy ő az operett színházban van. Amikor már láttam Pesten minden musicalt, akkor elkezdtem operetteket is nézni. Aztán kiderült, hogy otthon vannak operettlemezek, azokat elkezdtem hallgatni. Először nyilván ezeket a táncos komikus szubrett dalokat, mert az olyan vidám volt, meg pörgős, meg vicces. Aztán már a nagy áriákat is meghallgattam, és akkor a Marika néni párhuzamosan, mert ez szombatonként volt ez a képzés, ő tanította az Operett Színház színészképző stúdiójába. És mindig hívott minket, hogy nézzük meg a vizsgákat. És én rendszeresen mentem, és el voltam ájúva, hogy úristen, ezek már így egy színháznak a stúdiójába járnak, és hogy micsoda szerepeket játszanak, és operetteket, és musicalt, és ha lesz ide felvétel, akkor én is felvételizni fogok. Hát eljött ez a pillanat, amikor felvételit hirdettek. Az alsó korhatár 17 év volt, én akkor voltam 16. Hát úgy voltam vele, hogy megpróbálom, legfeljebb azt mondják, hogy nem, meg legalább egy tapasztalatot szerez az ember, mert ugyanolyan rendszerben működött ennek a stúdiónak a felvételéje, mint a színművészetén. Ez egy 3 fordulós felvételi, az embernek kell tudni a 15 verset, 5 monológot, 10 dalt, és akkor ugye a 3 fordulón mindig szelektálják az embereket. Na, azt hiszem 300-an jelentkeztünk először, és a végén 30-an voltunk, az Operett Színház nagy színpadán volt az utolsó megmérettetés, ahol az Operett Színház akkori vezetősége, összes karmester, rendezők, mindenki bennült, és 13 embert ítéltek alkalmasnak, plusz engem, csak rajtam ugye vitáztak, mert nem töltöttem be az alsó korhatárt. És akkor minden tanár mondta, hogy de hát vegyük föl, hát olyan tehetséges, ne kallódjon el, nem tudom én. És akkor Szinetár Miklós volt az Operett Színház igazgatója, és ő azt mondta, hogy jó, vegyük föl, bár jobb lenne, ki járná az óvodát előtte. És ez egy ilyen elhíresült mondat lett aztán a színházban. Úgyhogy ott szintén 3 évig jártam az Operett Színház stúdiójába, és amikor végeztünk, akkor tulajdonképpen 3 munkat szerződtetett le a színház. Szendi Szilvi kolléganőmet, akivel ugye már 20-sok éve a legjobb barátok és örök partnerek vagyunk, és Erdős Borcsa színésznőt, aki azóta már nincs az Operett Színháznál. És melyik volt az első igazán nagy szerep, amire te magad büszke voltál? Az Operett Színházban? Igen.
mert hogy előtte volt egy kis kitérőm Győrben. Ott is pár évet, ha jól igen, tudom, igen, mert ugye ez 98-ban szerződtetett le az Operettszínház, az el is hangzott a kisfilmben, úgyhogy nem is titok, hogy ugye 20 éve vagyok most már ott tag. És 99-ben ugye elkezdődött az Operettszínház, illetve már 98 vége fele elkezdődött az Operettszínház renoválása. Tehát, hogy leszerződtettek és rögtön bezárták a színházat, csodálatos, egy színész életében mi más jöhetne. És az volt a szerencsém, hogy akkoriban ismerkedtem meg Korcsmáros Györggyel, Böhm Györggyel és Tordi Gézával, így személyesen, és a Tordi Géza hívott le a Győri Nemzeti Színházba egy prózai főszerepre, méghozzá a Nyár című darabnak a főszerepére, amit egyébként 30 évvel ezelőtt ő játszotta ezt a fiú szerepet Törőcsik Mari oldalán. Úgyhogy ez egy nagyon kemény edzés volt nekem, hogy tényleg azt a szerepet eljátszani, amit ő és ő rendezi, de fantasztikus élmény volt. Aztán még ott játszottam a Hello Dolly-ban, Győrben, és az Operettszínházban az első nagy főszerepem az a Csárdás királynő Bónia volt. Azt lehet tudni, hogy körülbelül hányszor játszottad el? Fú, nagyon sokszor, nem tudom. Hát 17 évig játszottam, nem tudom, szorozzuk be, 25-tel, 30-a, hát sokszor. És ha már szóba hoztad, hogy Szinetár Miklós volt az igazgatója akkor éppen az Operettnek, akkor most pedig pont egy váltás volt. Ezt ti hogyan élitek meg, vagy mennyire szól bele egy Operettszínház életébe az, hogy más az igazgatója? Igazából, ha jól számolom, nekem a 6. igazgatóm van most. Mi színészek annyira nem is érezzük. Mondom ezt úgy, hogy igazából a pályám jelentős részét a Keró rendszerben, vagy Keró éra alatt töltöttem, tehát a 17 évig a Kerény Miklós Gábor volt az igazgatóm. És az volt a táncos-komikusi pályám csúcsa, tehát hogy így nehéz megítélni. Nekem azért is érdekes ez most, mert eleve szerepkörváltásban vagyok, tehát én nem titok, én májusban 40 éves leszek. Én nagyon szeretem az operettet, és pártolom, hogy a fiatalok játsszák, mert azt gondolom, hogy ez a fiatalok műfaja. A fiatal táncos-komikus szubrettek jöjjenek, azoknak 20 éveseknek kell lenni, filigrámnak, jóképűnek, jól táncolni, jól énekelni. Én meg már majd az ilyen idősebb komikus szerepeket várom, már jönnek is szerencsére. Úgyhogy nekem így eleve egy új korszak kezdődik így az Operettszínházban. Még nem tudom, hogy jövőre egyáltalán miket fogunk játszani, úgyhogy most vagyunk még azelőtt, hogy az igazgató úrral, egyébként Kis B. Attila lett az Operettszínház főigazgatója, valaki nem tudná, nagyszerű operaénekes. Szóval még Attilával most fogunk majd leülni, és akkor tudom meg, hogy mi vár rám. Oszi Bosszi a repülő nagyanyó, vajon kiről beszélhetünk? Hát Oszvald Marika, igen, Oszvald Marikával nagyon-nagyon régóta játszottak együtt, és számos darabban. Mesélj róla egy picit, milyen a vele való munka? Egyébként ez egy hihetetlen dolog volt, mert először mi úgy kerültünk össze színpadon, hogy volt a Szinetár Miklós féle vígőzvegy, és abban beállt egy ilyen, nevezzük úgy, hogy csikó szereposztás, fiatalok, akik akkor kezdtünk a színháznál 2001 körül, és volt ugye a nagy szereposztás, Kalocsai Zsuzsa, Virág József, Oszvald Marika, és mi meg ott beálltunk fiatalok, és nekem a partnerem a Szendi Szilvi volt. És volt egy előadás, amikor a Szilvi, nem tudom, torokgyulladása lett, vagy valami ilyesmi, és behívták a Marikát mellém. Hát én köpni nyelni nem tudtam, hogy úristen, az Oszvald Marikával fog együtt játszani. Olyan természetes volt az egész, úgy túl lettünk egyszer csak az előadáson. Aztán elkezdtek minket operettgálákba is összeosztani, és rájöttek, hogy a hülyeségünk az nagyon kiegészíti egymást, és akkor már darabot kerestek kifejezetten ránk. Így született meg például a akkori címén, a Johann Strauss denevérjét Dr. Böregér címen játszottunk, és ott kifejezetten át lett alakítva két szerep ránk, hogy egy idősebb nő, egy fiatalabb herceg udvarol neki, és aztán sorra jöttek ezek a dolgok, és mi aztán nagyon sokat járunk privát is fellépni együtt, meg egyébként is nagyon sokat találkozunk, nem lakunk túl messze egymástól, főleg nyáron, mert ő Gödöllőn lakik, én meg Kerepesen, és akkor sokat szoktunk átjárni egymáshoz. Ez az Oszi Bosszi, ha már említetted, az pedig az Operettszínháznak volt egy kérése, hogy mint a Bors néni született annó, hogy legyen a Marikának egy ilyen gyerekdarab, hogy a fiatalok lássák, hogy van egy ilyen csodánk, aki
20 éves múltán is nagyon tud cigány kerekezni. Jó, Marika egyébként nem csinál titkot a korából, hát Oszvad Marika most 65 éves múlt, úgyhogy, és még mindig cigány kerekezik, elképesztő. És akkor ennek a felkérésnek én eleget tettem, írtam egy darabot, Oszi Bosszi a repülő nagyanyó címmel, amit a mai napig, most már 6. évadja nagy sikerrel játszunk az Operett Színházban. Arra járnak, nézzék meg, tényleg jó, 0-tól 99 éves korig mindenkinek ajánlom. A tanítást már említetted, és hogy azt is, hogy a fiatalokat ma nem feltétlen könnyű rávenni arra, hogy memoritereket tanuljanak. A tanítás az mikor kezdődött, és hogyan jött az életedbe? Mikor éreztél vágyat arra, hogy átad a tudásodat? Az igazság, hogy mielőtt megszületett volna bennem a vágy, már előtte megszületett a felkérés, mert jött nagyon sok fiatal, hirdettek a színházban egy meghallgatást, és rengeteg tehetséges fiatal jött, akik nagyon jól énekeltek, de nem voltak annyira ügyes színészek, vagy jó színészek voltak, de még kellett volna csiszolni a hangjukon. És akkor az akkori igazgató kitalálta, hogy akkor szülessen egy ilyen operett akadémia, ahol ezeket a félig csiszolt gyémántokat újra lehet csiszolni. És akkor az én énektanárom, a Kéringer László volt ennek az akadémiának a vezetője, és akkor mindig mondta, hogy figyelj, Karesz, gyere már be, és tanítsd meg nekik azt a koreográfiát, hogy van. Figyelj, mutasd meg azt a jelenetet, hogy van. Figyelj, lenne egy évvégi vizsga, nem rendeznéd meg? És akkor valahogy így belecsöppentem az egészbe, és aztán magával rántott, és aztán rájöttem, hogy egyrészt nagyon élvezem, másrészt, hogy nagyon sokat kapok ebből a dologból, tehát, hogy engem például rettenetesen felszabadított a színpadon, aztán később a rendezés is a színészi munkámban, mert hogy színészként mindig vannak ilyen görcsei meg határai az embernek, hogy hát azt már nem kéne megcsinálni, az már biztos sok, és amikor meg kívülről nézem és rendezem a gyerekeket, vagy rendezek egy előadást, akkor mindig arra gondolok, hogy úristen, amit most instruálok, azt színészként nem merném megcsinálni. Úgyhogy egy csomó mindenben felszabadított ez engem. Ha jól tudom, most éppen tőlük jössz, holnap reggel oda mész vissza. Így van. Mit csináltok éppen most? Fölkértek most a Pesti Broadway Stúdió, ez alapvetően musical képzéssel foglalkozik, a végzős növendékek, a harmadikosoknak, hogy csinálják egy operett vizsgát, és hát nehéz megtalálni, mert ugye a musical éneklés, meg az operett éneklés az azért két külön dolog, ha nagyon jól csinálja az ember, és ebben az osztályban sincs igazán klasszikus hangképzéssel megáldott emberke, úgyhogy sokáig gondolkodtam, hogy mit csináljak, és akkor találtam a köztes műfajt, vagy én így hívom, Eizemann, aki olyan dalokat írt, amit klasszikusan is el lehet énekelni, meg kicsit modernebb technikával, meg lehet a kettőt kicsit ötvözni, és találtam jó Eizemann dalokat, elkezdtem keresni Eizemann operetteket, végigpörgettem a fejembe, hogy mik vannak. Hát nehéz az ügy, mert ebbe az osztályba 6 fiú és 4 lány jár. Hát ilyen operettet nem írtak. Úgyhogy összeszedtem néhány Eizemann dalt, és írtam köré egy operettet. Úgyhogy most ezt próbáljuk. Péntek 13 az a címe, egy ilyen hát természetesen, mint minden operett, ez is a szerelemről szól. Egyébként az is az alcíme, hogy szerelembeesés és egy részben. Úgyhogy most ezt próbáljuk, jövő héten lesz a vizsgájuk csütörtökön. Pont egy hét múlva. Igen. Akkor már túl leszünk rajta, akkor már nyugodtabb leszek. Ilyenkor lehet, jobban izgulsz, mint magadért. Sokkal jobban. Hát a színészként egyáltalán nem nagyon szoktam izgulni, beugrásnál se nagyon, szerintem azért szeretik rám bízni az ilyen beugrásokat, mert van bennem egy olyan képesség, hogy lenyugtatom magam, tehát hogy megtanulom a szöveget, a rendezőasszisztens elmondja, hogy merre kell menni, mit kell fölvenni, mikor, hova kell menni, és akkor persze az emberben van egy druk, hogy úristen, hát ezt ma délelőtt tanultam meg, el fogom tudni mondani este? El fogom tudni mondani este, mert begyakoroltam, elmondták, mit kell csinálni, tudni fogom, és akkor az ember tudja. Na de hogyha az embernek növendékei vizsgáznak, vagy rendezése megy, hát akkor én legalábbis megpusztulok. Tehát állok a takarásba, vagy a nézőtér végébe, és akkor úristen, behozza, ugye tudja, hogy abban a fiókban van. Jézusom, elmondtam neki, hogy... És teljesen leizzadok. Az rettenetes. Ahogyan a kisfilmben is láthattuk, már egészen fiatal korodban elismerték a tehetségedet. De a tavalyi év volt az, ami igazából 3 díjat is hozott. Kálmán Imre emlékplakett, Honti díj és a Karinti Színház közönségdíja. Ez azt jelenti, hogy a közönség is nagyon szeret, illetve a szakma is elismer. Nyilván ebből nem is lehet választani, igaz? Tehát, hogy mi a fontosabb neked, arra akarnék kiukadni, vagy valahol úgy egyformán van a serpenyőben? Nyilván egyformán. Tehát, hogy az annyira jó, hogyha ugye a szakmán belül mindig van az operettel kapcsolatban egy ilyen kis lenézés, hogy ja, hát ez csak operett. Egészen addig, amíg egy prózai színész el nem jön hozzánk játszani, és akkor rájön, hogy ez nem csak játszani kell, hanem itt énekelni kell, meg táncolni kell, és akkor rájönnek, hogy ez milyen nehéz.
Úgyhogy minden, ami szakmai elismerés, ez ezért jó, mert a műfajnak jó. Egyébként nekem az életem egyik legnagyobb szakmai elismerése, az még ilyen 2004 körül volt, az Eszény Enikő rendezte a Bála Savoyban, és abban játszottam egy kis szerepet, és kritikusok díjára jelöltek, nem kaptam meg, de hogy az elképesztő volt, hogy olyan színészekkel voltam jelölve erre a díjra, hogy elájulok, és az például egy nagyon-nagyon jól esett. A közönségdíj meg persze azért jó, mert végülis az ember a kedves nézőknek csinálja, amit csinál, meg persze magának, de hogy nyilván az a legfontosabb ebbe az egész hülyeségbe, amit színháznak nevezünk, hogy emberek életébe egy kis örömet szerezhet, az örömet vihetünk, vagy gondolatébresztő, vagy csak kikapcsoljuk a monoton hétköznapokból arra a 3 órára, és akkor, ha ez tetszik, és úgy érzik, hogy jó, amit csinál az ember, akkor az olyan megható, és akkor ez egy ilyen visszaigazolás erre, hogy tényleg megéri a reggeltől estig, hétfőtől vasárnapig. Van ennek a mai alkalomnak egy jótékonysági vonulata is, mert hogy kitettünk egy urnát, amiben már látom, hogy szépen gyűlik az összeg, az Emplén Gazdátlan Állataiért Alapítványt támogatjuk, a kutyusokat, és hogy te is nagyon-nagyon szereted az állatokat. Meghatározó szerepe van a te életedben a kutyus, most egy van, azt hiszem. Egy kutyus, 3 cica, igen. Igen. Tehát akkor valószínűleg az is kikapcsolt téged, hogy azért ők hazavárnak, hogy azért hát több abszolút, éve abszolút. Társaid. Ne, mindig is volt kutyánk meg cicánk anyuéknál is. Aztán felnőtt koromban igazából ők már így a sajátjaim, tehát hogy nem az, hogy otthonról hozott állatkák, hanem őket, ők választottak engem. Mindenkinek operett neve van nálunk az állatoknak. Először egy macska, a macska testvérpár, két lány került hozzám, a nagybátyámnál születtek, és akkor lett egy cirmos cica, ő lett a Liza, a Marica grófnő szubrettje, a másik pedig a Stázi, a Csárdás királynő szubrettje. Sajnos Stázika eltűnt, vagy elütötte egy autó, nem tudni, nem is akarom tudni. Úgyhogy aztán, illetve még Stázi élt, amikor aztán, hogy legyen kutyám is, mert nagyon vágytam egy kutyusra, és akkor végül is egy Cavalier King Charles Spaniel kutyám lett, Blenheim típusú, az azt jelenti, hogy ilyen vöröses, barnás és fehér szőrű, nagyon édes, ő Bóni, Csárdás királynőből nagy szerepem, és aztán amikor Stázika eltűnt, akkor utána egyszer a valami bevásárló központban mászkáltam, és egy ekkora kis cica a lábam között szaladgált. Kerestem ott, kivittem a parkolóba, hogy hát ott van az anyukája, vagy nem tudom, de nem volt, úgyhogy hazavittem, akkor épp a csókosasszonyt újítottuk föl, úgyhogy ő ricamaca lett. Aztán sajnos ricamacán átment egy autó, és ezt pont láttam. Ez borzalom, tehát hogy úristen, borzasztó egyébként. Nekem még nincs gyerekem, de mindig, amikor viszem őket az állatorvoshoz, vagy valami bajuk van, akkor mindig azon gondolkodom, hogy úristen, tulajdonképpen ez a kis szőrös élőlényhez így nincs genetikailag közöm, hogy úristen, milyen szörnyű lehet szülőnek lenni. Tehát, hogy az izgalom, amikor a gyerek beteg, és hogy mi lesz vele, vagy amikor műthet, nem is tudom, felfoghatatlan. Tehát, a legszörnyebb foglalkozás szülőnek lenni szerintem. Na mindegy, és aztán ugye akkor a ricamaca is eltűnt, aztán Fisú Mónika, a kolléganőm, aki szintén nagy állatvédő, ő egyszer fölhívott, hogy találtak egy ekkora pici fekete cicát a valami út mellett, de hát ő nem tudja hazavinni, mert neki nagyon beteg a macskája, ilyen macska éc, vagy valami ilyesmi van az ő cicájának, hogy akkor fogadjam én örökbe. Mondom, jó, oké. Akkor épp a Viktóriát próbáltuk, úgyhogy ő meg Rikett lett, a Viktória szubrettje. És egyébként egy öreg macskám is van, Béla bácsi, ő nem operett név, 17 éves, egy igazi, 17 éves. Igen, egy igazi gentleman, ő egy hibás cica. Az alomba ő volt az egyetlen, egy rövid szőrű brit kék, azt hiszem eredetileg, neki hosszú szőre van. Az egyik szeme az eleve zöld és szürke hályagos volt, és igazából csak két foga volt, mert gyerekkora óta. Úgyhogy őt így ki akarták dobni, meg nem tudom én, és akkor inkább megtartottam. És hát szegény most pont egy nagy műtét után volt, mert ez a beteg szeme elkezdett genyedzeni, meg vérezni, úgyhogy ki kellett műteni. Hát az állatorvos mondta, hogy azért ne reménykedjek abba, hogy túléli. És hát Béla bácsi túlélte, és köszönjük, nagyon jól van, úgyhogy egy csodálatos macska. Nincs még vége a mai műsorunknak, de ezen a ponton sorsolni fogunk, úgyhogy megkérlek, hogy segíts nekem és kedves kolléganőmet is, hogy hozza ide azt az urnát, amiben azok a szelvények vannak, amelyek, köszönöm szépen, amelyeket a
közönségünk minden tagja megkapott, amikor belépett. Úgyhogy kérjük Önöket, hogy készítsék elő, vegyék elő ezt a kis szelvényt, és kettő nyertesünk lesz, akik a Hollóházi Porcelángyár által készített ilyen fantasztikus sztárkafés kapucsinós bögrét fogják majd megnyerni. Úristen, szuper, hogy az ember sorsolhat, két ember imádni fogja, és nem tudom én, 80 másik meg utálni. Zsír. Majd a következőn esetleg ők is nyerhetnek. Érdemes mindegyikre eljönni, és akkor nagy esély van rá. Na, akkor lássuk is, hogy igen, lehet húzni, hogyha mindenki megtalálta. Azt mondja, legyen ez, inkább ez. 54-es. 54-es. És egy fekete macska is van rajta, számít? Jaj, de jó! Ezt odaadhatom? Igen, persze. Hát akkor gratulálok. Tessék belőle jókat kávézni. És akkor még egyet fogunk sorsolni. Ezt is meglázom még egyszer. Aki nem kap, az ne utáljon, jó? Nári Erika kiúszta a születési évét, csak mondom. Hogyha... Nekem nem 54 a születési évet. Na, legyen ez. 74 is, ez se az és születési évet. 74-es. Jó. 74-es. Tessék valamit szólni. Kaphatok egy kicsit? Nagyon szépen. Nagyon szívesen. És hogy te sem menj üres kézzel haza, ezért te is kapsz egy ilyet. Jézusom! Úgyhogy jó kapucsinozást. Kihúzzam magam. Illetve egy... Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, illetve egy kis innivalót. Köszönöm szépen. És ha jól tudom, akkor te is hoztál nekünk valamit, a közönségnek valamit, úgyhogy... Hát igen. Szívesen fogadjuk. Mert hogy... Hát az operett az nem egy ilyen róla beszélős műfaj, úgyhogy ha elviselik, akkor énekelnék. Igen. Hányszor mondtam már magamnak, nézd, ezt nem szabad. Hagyd a nőket abba már, miért vagy oly szamár? Mit törődsz te azzal, hogy 100 lány szív megszakad? Megvigasztalódnak ők, nem halnak vele. S hogy mit szólnak majd a nők, mit törődsz vele? S újra jött egy, csak egy még, és a szívem új bent ég. Mert jaj, cica, eszem azt a csöp, kis szám, nélküled még a mennyország is vád. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem is soha. Jaj, cica, eszem azt a csöp, kis szám, nélküled még a mennyország is vád. Ha ülök is a megybe, tett cica, csak üzenybe, érted, kiugrom, cicám. Hányszor mondtam már magamnak, most meg házasodsz, ezzel minden rendbe jő, majd vigyázz a nő. Hogyha látsz egy szoknyát, attól meg ne zavarodj, mind a mellett ez se ment, jaj, de bús rege, mert egész asszony rege ment, jár szívembe be. Erről már le nem szokom, nők fülébe csak súgom. Jaj! Cica, eszem azt a csöp, kis szád, nélküled még a mennyország is vád. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha. Jaj, cica, eszem azt a csöp, kis szád, nélküled még a mennyország is vád. Ha ülök is a mennybe, tett cica, csak üzenybe, érted, kiugrom, cicám, istán. Na jó,
Tulajdonképpen hoztam még egy dalt, mert azt mondta a Zoli, hogy lehet, hogy még egyet meg fognak hallgatni. Ez pedig szintén egy nagyon új dal, sose énekeltem, szintén a Csárdás királynőből. Azt mondják, hogy ezt a dalt minden magyar ismeri, és nem a himnusz. A Csárdás királynő legnagyobb slágere, melyik lehet az? Azaz, ahaj másik Péter Ragásban. Segítenek majd? Jó van, akkor menjen. Nem él jobban Kínában sem a kínai császár, mint amikor a szívemre a búbánat rászál. Magamat nem nyúzatom, szívemet se szúzatom, három vödör pezsgő mellé csak a cigár. Kedves közönségünk, hát gyorsan elrepült ez az egy óra, de találkozhatunk márciusban is. Addig is kövessenek bennünket a Facebookon és illetve az Instagramon is érdemes regisztrálni, mert hogy Star Café néven megtalálnak bennünket, és rengeteg képet szoktunk oda feltölteni. Ezt a ma készült felvételt pedig az Emplén Televízió is műsorára tűzi majd, illetve utána pedig az internetre, a YouTube csatornánkra is feltesszük. Érdemes beírni a naptárba, hogy legközelebb március 21-én, 5 hét múlva találkozunk majd, ha önök is így szeretnék persze. És természetesen nem árulom el, hogy ki lesz a vendégünk, csak annyit mondok róla, hogy szintén egy férfi műsorvezető, színész, énekes következik majd, és talán a segítség lehet, hogy biztos, hogy meghallgathatjuk majd a ding-ding-dongot is itt a színpadon. Úgyhogy március 21-én számítunk a figyelmükre. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak. Jó éjszakát, viszontlátásra!